Kedves testvéreim, a világ általában azt sugallja nekünk, hogy valami akkor sikerül jól, hogyha sokan vagyunk. Egy futballmeccs akkor sikeres, hogyha tele a stadion, vagy bármiféle rendezvény, vagy mondjuk éppen itt a templomban, úgyhogy az elmúlt héten is többekkel beszélgettem, hogy milyen szép volt például, hogy a Szent Háromnapon milyen szépen összegyűltünk. Igen, valóban. De igazából ettől tesszük úgymond sikeressé? Ettől lesz mondjuk egy szent mise igazán értékes, bensőséges? Ha megfigyeljük, a föltámadt Krisztusnak a találkozásai mind-mind személyes találkozások, vagy maximum néhány emberrel folytatott találkozások. Pedig ezek a legfontosabbak, hiszen itt dőlt el, akkor 2000 évvel ezelőtt, hogy a tanítványok mit tudnak kezdeni az üres sír tapasztalatával. Tehát manapság, amikor mondjuk tömegképzésről beszélünk, amikor tömegjelenetekben gondolkodunk, nagyon érdemes megfontolni ezt, hogy Jézus, mondjuk a mai evangélium szerint, 11 félős nyuszival találkozik, ha lehet ezt mondani. Vagy Péter, aki háromszor megtagadta, róla ugye azt írja a Szentírás, Szent Pál apostol, egy bizonyos hagyomány alapján, hogy először a föltámadt Krisztus Péternek jelent meg. Vagy akár Mária Magdolnát is említhetem. Mind-mind-mind egészen személyes találkozások. A mai evangélium még két nagyon fontos jellemvonást hozzátesz ehhez a találkozáshoz. Az első az, hogy a tanítványok maximális félelemben, sőt, lehet ezt mondani, rettegésben vannak jelen. Bezárkózva, a zsidóktól való félelmükben, és igazából teljes mértékben tehetetlenek. Nem tudják, mit csináljanak. Szinte még beszélgetni se tudnak, abszolút kiúttalanság jellemzi őket. Ez tehát az egyik. A másik pedig Tamásnak a jellemvonása, az ő magatartása, és ő benne valamilyen szinten természetesen mindannyian benne vagyunk. Ez pedig a hitetlenség, a kételkedés. Talán az a két olyan negatív vonás, a félelem és a hit elvesztése, vagy a kételkedés, amely mindannyiunkat talán sokszor, talán kevésbé, de azért megbéníthat. És érdemes megfigyelni, hogy ebben az evangéliumi tudósításban mi az, ami kiútat jelent, mi az, ami át tudja lendíteni őket. Az első dolog a föltámadottal való igazi, teljes értelemben vett találkozás. Mit jelent a találkozás? Azt jelenti, hogy utána valami átalakulás történik az emberben. Innen tudjuk lemérni, hogy egy találkozás igazán életadó volt-e. Márpedig itt ez történik. Annyira életadó volt számukra, hogy ki tudnak törni ebből a félelemből. A másik pedig, Tamás szempontjából, annak a beismerése, hogy bizony vannak olyan életszakaszok, élethelyzetek, amikor a hit nem működik, amikor egyszerűen zsákutcába jutunk. Tamás is ilyen volt. Ő úgy tud ebből kikecmeregni, hogy elsősorban beismeri, hogy ez van, nem tagadja le, másodszorban pedig engedi, hogy a föltámadt Krisztus vezesse. Tedd ide a sebb helyeimre a kezedet. Ez valahol a hit engedelmessége tehát. És ebből a kettőből fakad aztán maga a küldetés. A találkozásból és abból, hogy a hívő és a hitetlen ember együtt van jelen bennünk. És igazából ezt a küldetést valahol nem csak a személy hordozza egymagában, hanem a küldetést hordozza
maga közösség is, mint közösség. Erről szólt a mai olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Arról, hogy az egyháznak van négy olyan csúnya szóval alapfunkciója, ami nélkül igazában nem is beszélhetünk a teljes értelemben vett egyházról, és ott őseink, a jeruzsálemi ősegyház ezt már megélte, kidolgozta, megtapasztalta, és csak úgy tudott fejlődni a közösség. Érdemes még egyszer odafigyelni, hogy mik is ezek a jellemvonások. A mártűria, vagyis a tanúságtétel, a föltámadt Krisztusról szóló tanúságtétel, hogy vele találkoztak, és ő életet ad nekik. Utána a koinónia, vagyis maga a közösség, az, hogy támogatják és erősítik egymást. A liturgia, ugye olvastuk, ahogy megtörték a házaknál a kenyeret, vagyis Krisztus misztériumainak az ünneplése, hogy a templom, vagy bárhol, ahol összegyűlik a közösség, az tényleg az ünneplésnek legyen a helye és az ideje. Végül, de nem utolsó sorban pedig a diakónia, vagyis a szeretett szolgálat, hogy a közösség már kezdettől fogva gondoskodik a szegény emberekről. És ami így ezeket összefoglalva a legfontosabb, hogy Isten az, aki növeli az üdvözültek számát. Nem az emberek adják a hitet, milyen képtelenek vagyunk, hanem Isten az, aki ajándékba adja, mi azt tudjuk tenni, hogy együttműködünk az isteni kegyelemmel, nyitottak vagyunk rá, és megpróbáljuk befogni a szelet a vitorlánkba. Kedves testvéreim, kérjük a Szent Lelket, hogy a föltámadt Krisztussal való találkozás még kétkedéseink, hitetlenkedéseink ellenére is tudjon gyümölcsöző lenni, és hogy személyesen is, meg közösségileg is tudjuk hordozni ezt a küldetést, amit mindannyian megkaptunk a föltámadt Krisztustól.